Készül a takaros náttető a Sóstói Múzeumfaluban. Ez csak egy a tavasszal esedékes felújítási munkálatok közül. A skanzen több mint 9 hektáros területén folyamatosan zajlik az épületek állapot felmérése. A téli időszak az, amikor bezár a múzeumfalu, és látjuk azokat a károkat, rongálásokat, kopásokat, omlásokat, amiket javítanunk kell, és ez az egy időszak, amikor látjuk a költségvetésünket is arra vonatkozóan, hogy mennyit tudunk erre állozni. Hála Istennek, hogy nagyon sok pénzt tudtunk arra spórolni a tavalyi évben, hogy felújításokra tudjuk ezt költeni. A legköltségesebb dolog az a természetesen a tetőszerkezetek javítása, de látható a múzeumfaluban, hogy mindig súlypontozzuk a feladatokat. Most a tiszadóbi lakóházunkra volt szükség, hogy teljesen új nátfedést kapjon, hiszen a régi az kikopott, elfogyott, az idő vasfoga azért meglátszódott rajta, és a nádasunk az nagyon ügyes, mert észreveszi a pótolandó területeket is, például a tirpák portán is fog javítani, az anarcsi házunkon is javít, tehát kihasználjuk ezt az időszakot arra, hogy a nyitásra legalább a tetőszerkezetek rendben legyenek. És hát fontos az, hogy a kerti munkákkal is haladjuk, március első évvel visszatértek területőreink, hagyományőreink, akik lelkesen nekikezdtek a kerti munkáknak is, mivel hamarabb van tavasz, hamarabb nyílnak a tavaszi virágok is, nagyon szépen rendbe tudják tenni a kis kerteket, meg a nagyobb kerteket is. A műhelysor tűzfalát is javítják éppen. Vakolatpótlásokra is sok épületnél lesz szükség. A vályokházaknál ezt a melegebb időben kezdik majd el, a munkálatok pedig májusra be is fejeződnek majd. Nem várt és magas költséggel járó felújításra is szükség volt idén. Tavalyi folyamán egy fa felmérést végeztünk a lakóházainkkal, illetve az épületeinken, és észrevettük, hogy a korábban már betört gomba, a könnyező gomba újra fertőzötté tette az iskola teljes épületét, és ez egy nagyon különleges gomba olyan tekintetben, hogy azt mondják, hogy rombolják le azt a házat, amelyikbe beköltözik. Sajnos mi ezt nehezen tudtuk megoldani, pénzre volt szükségünk, hogy ezt ki tudjuk írteni. Ekkor jött segítségünkre a Múzeumi Állomány Védelmi Központ, aki több mint a 60%-át, ez egy 8 millió forint értékű vegyszeres kezelés, 60%-át kiegészítette számunkra, és elkezdődött a gomba írtása. Úgyhogy reménység szerint májusban vissza tudjuk állítani az iskolát az eredeti rendeltetésének megfelelően. Új épületek kialakítására is pályázott a múzeumfalu vezetése. A nyírségi dohánytermesztést bemutató pajtának és a vállai svábháznak is elkészültek a tervei, amelyeknek a támogatástól függően akár idén is elkezdődhetnek az építési munkálatai.